A Sóstói Parkfürdőben már elindult a nyári szezon, a múlt hétvégi nyitást követően pedig hamarosan a tófürdő is fogadja a vendégeket. Mindkét helyen történtek felújítások az elmúlt hónapokban, de főleg az utóbbi esett át nagy fejlesztésen. A tartós napsütése ugyan még várnunk kell, de a fürdőt és szerelmesei már a hétvégén megmártózhattak a Sóstói Aquarius Park és élményfürdőben. Bár a felkészülést nem segítette az időjárás, az Olaszmedence csúszdaparkját leszámítva elkészültek a tervezett munkákkal. Ez utóbbit viszont egyelőre nem használhatjuk, egy rekonstrukció keretében ugyanis megerősítették az acél szerkezetét, részlegesen cserélték is, de a festéssel még nem végeztek a szakemberek. Hétvégén ettől függetlenül már fogadta a strand a vendégeket, ráadásul nyitási kedvezményekkel és különböző programokkal készültek. Rendezvények nélkül pedig nyáron sem maradunk, a jól megszokott fesztiválokat, versenyeket idén is megrendezik. Annak pedig, aki messziről érkezik Sóstóra, nem kell attól tartania, hogy nem lesz hol aludnia. A közelmúltban épült meg az állatpark szomszédságában lévő Hotel Pangea, a fürdő mellett pedig már majdnem kész a szintén 4 csillagos új szálloda. Ehhez egyébként zárt folyosókkal 2 ponton is csatlakozik a strand, a jövőben pedig a gyógyászati részleggel is létesülhet összeköttetés. Közben a tófürdő is már csak a jó időre vár, hogy kinyisson. A szabadtéri strand története századokkal ezelőttig nyúlik vissza. Májusi helyszíni bejárásán Nyíregyháza polgármestere is felidézte a legjelentősebb állomásokat. Már Mátyás király idején is Sigrid Cedéved ismerték ezt a helyet. 18. század végén térképen szerepel a tó, 1927-ben gyógyfürdő címet nyert, 1957-ben az első termálkút furása történt, és a legújabb dátum, ami egy új korszakot nyitott, azt hiszem, az 2013, amikor gyógyhely lett, 16. gyógyhely Magyarországon, Nyíregyháza Sóstó gyógyfürdő elnevezéssel. Az elmúlt évtizedek alatt nagyobb rekonstrukció nem történt a tófürdőn, az elmúlt hónapokban azonban nagy volumenű fejlesztés valósult meg, így az ide látogatók hamarosan sok újdonsággal találkozhatnak, sőt az eddig megszokotthoz képest ősszel tovább élvezhetik a szabadtéri strand szolgáltatásait. Köszöntöm a stúdióban dr. Podlovics Roland vezérigazgatórat, a Sóstói Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját. Jó estét kívánok! Hogy sikerült a hétvégi strandnyitás? Az időjárás kegyesebb volt hozzánk, mint májusban. Ugye osztályvezető úr említette, hogy itt az egész május egy kicsit furcsán alakult a csapadék szempontjából. Meg is szenvedtük a felkészülést, a kinti munkáknak az üteme az nem haladt olyan mértékben. De hála Istennek szombaton kisütött a nap, és vasárnap talán még szebb idő volt, úgyhogy közel 2000 vendéget fogadtunk, akik megtiszteltek bennünket az első napokon. Akció is volt valami. Igen, nagyon szeretik a 10 év alatti gyermekek ilyenkor. Közel a gyermeknap, és hát ezzel kedveskedünk számukra, ilyenkor már az évek óta így van, hogy az első 2 nyitónapon tulajdonképpen ingyen fogadjuk a 10 év alatti gyermekeket, és hát ez nyilván a szülők számára egy nagy könnyebbség, és elhozzák így a gyermekeket, még ha az időjárás nem is olyan. A belépődíjakban történt a változás, ebben érte a kellemetlen meglepetés a vendégeket? Nálunk nem szokta, tehát mindig éves belépőjegyárakat határozunk meg. Úgy jogott idén is, tehát mi januárban már azokat az áremelésket, amelyek a költségek emelkedését már lehetett látni decemberben, hogy milyen béremelkedések várhatóak, milyen tulajdonképpen gáz, a villany, az előbb egyéb költségemelkedéseknek a leképzése megtörtént, úgyhogy nem nyáron ugyanolyan jegyáraink vannak, mint amit már megszokottak januártól. Milyen költségeket fordítottak a karbantartásra, illetve hát fejlesztésekről is beszámoltunk. Lényegében, ha csak a partfürdőt és az Aquarius élményfürdőt, akkor egy olyan 50 millió forint körüli összeg, amely közvetlenül a felújításként különböző nagy elemekre fordítottunk. Emellett természetesen akkor egyéb jelentős 10 milliós nagyságrendű karbantartási költségek is vannak, hiszen egy nagy rendszer és a vendég valóban a külsejével találkozik, de minden egyes nagy medence mellett különböző gépészeti terek találhatóak, itt a szűrőberendezésektől kezdve a klóradagolóig, tehát ez egy maga a medencéknek a felülete, ugye a csempe burkolat,
állatokat, amivel találkoznak. Ez az általános karbantartási. Idén a legjelentősebb az Olaszmedencének a csúszda szerkezete, az acéltartó szerkezetnek volt a rendbetétele. Műszeres vizsgálatot végeztünk, és ez a műszeres vizsgálat azt az eredmény mutatta, hogy nagyon el volt már gyengülve. Ugye 2011-ben, amikor volt a parfürdőnek a felújítása, akkor a régi, a kék csúszdának a tartó szerkezetét, azt csak egy felületkezelést kapott, viszont az idő vasfoga megrágta, úgyhogy ezen dolgoztunk, lényegében a fő tartó elemek komplett cseréjére, megerősítésére került sor, és ezek azok a munkálatok, amelyeknek a befejező része a festési munkálatok a májusi rossz időjárás miatt még most is becsúsztak itt júniusra. Örömmel mondom, hogy jövő hétvégén már, Isten megsegít bennünket, még egy pár napig ilyen szép időnk lesz, akkor be tudjuk fejezni ezeket a munkálatokat, és mire az iskolából kijönnek a lolkók, addigra a teljes parfürdő rendelkezésre áll majd. Ha már itt az időjárás került szóba, nem tudom, hogy mennyi információjuk van arról, hogy milyen nyárra számíthatunk. De ha már ilyen kiszámíthatatlanná válik az időjárás, terveznek-e olyan beruházásokat, olyan fejlesztéseket, amik ezt próbálják egy kicsit segíteni? Nyilvánvalóan itt a nyári időjárás, én azt gondolom, hogy előre 3 hónapra nem lehet megmondani, hogy milyen időjárás lesz. Hiszen nem sok mindenki hitte volna el, hogy most hétvégén milyen szép napsütéses idő van, és ráadásul az előrejelzések is teljesen más mutattak. Van egy azonnali feladatunk, amit mindig igyekszünk megoldani, ez pedig az, hogyha valamilyen hávária helyzet, valamilyen nagy vihar készül, és sok ezer emberben van a strandon, akkor az ő menekítésük időszakos, hiszen ez 20-30 perc, egy óra alatt általában átvonul. Ebben lesz most nagy segítség idén, hogy a rendezvény sátrunk egész évben fel lesz állítva a parfürdőnek a területén, ennek a szükséges átalakítási munkálatokat, villámvédelem, stb. Ezt megoldjuk, és nyilvánvalóan ez, hogyha feljön egy vihar, egy nagy könnyebbség, hogy a vihar elvonul, és utána szép idő van, akkor kimaradhatunk a strandon. A másik fontos feladat, hogy most épül egy 4 csillagos szálloda már, befejezési munkák zajlanak éppen. Nyilvánvalóan ez egy 200-300 vendéget automatikusan jelenthet, attól függ, hogy milyen kihasználtsága van éppen a szállodának. És hát egyre többször látható, hogy hála Istennek, főleg az ilyen nagyobb hosszú hétvégéken, téli időszakban a megtelt táblával is találkozunk a parfürdő, az Aquarius élményfürdőbe. Nyilvánvalóan készítünk együtt elő a várossal egy nagy volumenű, egy 3,1 milliárd forint értékű fürdőfejlesztési koncepciót. Ennek az MTÜ-vel történő egyeztetése zajlik jelenleg. Reményeink szerint 2021-re megvalósulhat, amely egy jelentős, a téli-nyári kihasználtságot is biztosító vízfelület növekedés fog jelenteni a Sóston. Ami viszont már az idén megvalósul, a tófürdőnek egy nagyon komoly fejlesztése. Mi az, ami ott zajlik most? Mi fog várni bennünket? Hát reményeink szerint múlva mindenkinek nagyon tetszeni fog. A törzsvendégekkel, mert többször már a tervezési időszakban is egyeztettünk, illetőleg maga a kivitelezés során is több bejárást tartottunk. Igyekeztünk figyelembe venni azokat a vendégvéleményeket, amelyek, hiszen azok a törzsvendégek, itt egy 20-30 fős törzsgárdára kell gondolni, akik van olyan vendégünk, hogy minden nap a nyári időszakban kín van a tófürdőn, és hát nyilvánvalóan, aki minden nap használja, ő tudja a legjobban elmondani, hogy mi az, ami esetleg hiányzik, mit kellene máshogy csinálni. Hála Istennek egyébként már a tervezési szakaszban olyan 90%-ban egyezőséget mutatott a mi véleményünk a vendégek véleményével, na de az a 10% is sokszor fontos, és úgy gondolom, hogy ezeket jól kiküszöböltük. Lényegében az egész épületet, ugye az egyik nagy hiátusa ennek az egységnek az volt, hogy a vizes blokkok, ugye 20-30 éve, hát igen, a szociális rész, az öltöző kapacitás, és ennek a szétszórtsága még ráadásul. Most a főbejárattól jobbra elhelyezkedő nagy épületbe, ezt teljesen kitisztítottuk belülről ezt az épületet, meghagytuk egyébként ugyanazt a hangulatát, meg ugyanez igazából egy nyári épületrészről van szó, viszont ott egyben van a női, férfi, zuhanyzó, öltöző, vizes blokkok is, ez nagy könnyebbség lesz mondjuk a kis gyermekekkel érkező szülőknek, hogyha csak esetleg apuka vagy anyuka tud eljönni, azért ez mindig problémás volt, hogy a gyermekkel kimenjen be, esetleg zuhanyzóba, hogyha különböző nemek voltak. Úgyhogy most én úgy gondolom, hogy ezzel így ez rendeződik. Maga az egész közlekedési rendszere a tófürdőnek, értem ezzel a sétányokat, a megközelíthetőséget, ezeket átrendeztük, hozzáigazítottuk a tényleges használathoz. A termálmedence résznek a napozó felületét bővítettük, ez egy nagy
kérés volt a vendégek részéről is, ott újra burkoltuk a medencéket, új játékelemek kerülnek be a gyermekeknek a gyerekmedencébe. A bejátszáson is látszott, hogy a régi 1986-ban épült csúszdát, azt felváltotta most kettő csúszda, úgyhogy a gyerekek biztos nagyon fogják ezt szeretni. Az egész területnek a zöld felületkezelése, kultúrát 21. században már elvárható öntözés technika van beépítve minden egyes növényeknél, a fűnél is, a gyepszőnyegnél is. Ezek a legfontosabb változtatások. Visszakerült talán ez a régi idősebb vendégeink, akik régen emlékeznek még, hogy milyen szép volt ez a nagy stég bent a tó közepén. Most egy 50 négyzetméteres stég kerül be a tó közepére, és ami a fiataloknak pedig a wifi, tehát ingyenes wifi lesz az egész tófürdő területén. A beléptetésnél a pénztárt megdupláztuk, hiszen nagyon szeretik a vendégek a 16 óra utáni jegyeket, és akkor viszont néha sor is áll, úgyhogy dupla pénztárral próbáljuk majd könnyíteni a bejutást. Amiről mostanáig beszéltünk, az számomra azt tükrözi, hogy itt kisgyerekes családokról beszélünk zömmel, meg hát az állatpark is ugye ezeket a családokat vonza leginkább, és gyógyfürdőről beszélünk, tehát várhatóan sok idős ember, aki szeret fürdőzni, ők veszik majd ezt igénybe. Hogyan illeszkedik ehhez a koncepcióhoz az a sok fesztivál és ilyen programok, amik elég nagy zajjal járnak? Ami a fiatalok számára nyilván vonzó. Igen, tehát itt nagyon érdekes, a sóstó, ez egy lakó üdülőövezet. Ugye ezt a kettő funkciót azért összepárosítani mindig is nehéz lesz, én azt gondolom, de igyekezni kell megtalálni azt a közös nevezőt, amely mind a lakosság, mind pedig a szórakozni. Hát nem csak a lakosságról van szó, hanem a szállóvendégek, akik most jönnek ugye a sóstó hotelbe, a Pangeába. Máshol is gyerekes problémákat családok igyekszenek megoldani. Én azt gondolom, hogy most például a sóstó fest, amely igazából a leghangosabb a fiataloknak szóló rendezvény. Ez most nem a tófürdő területén lesz. A tófürdő mellett ugye a tó amúgy is nagyon erősen viszi a hangot, hanem van a Katlan a mostani a hungvészszállodával szembeni területen, a régi úttörő tábornak egy Katlan. Annak egy nagyon jó adottsága van, természeti adottsága, hiszen nem csak maga a körbe a Katlan, amely egy földfeltöltés lényegében, hanem fölötte a fák is elég komolyan tudják fogni a hangot. Ott lesz most ez a rendezvény megtartva. Nyilván a pudin próbálja az evés, én majd június 28-án, 29-én, 28-án van a rendezvény, akkor megvizsgáljuk, nyilván meg fogjuk mérni, hogy milyen hanghatással jár az. És azt gondolom, hogy ha ilyen hangosabb rendezvény, jó fog ez a terület vizsgázni, akkor megtaláltuk azt a sóstói területet, ahol ki tudjuk elégíteni a fiatalságnak ezt az igényét is, úgyhogy minél kevésbé zavarjuk egyébként az idősebbeket vagy a lakosságot. Úgyhogy ez az első rendezvény. A többi rendezvény, azt gondolom, ez napközbeni családi programok, hiszen Sárkányhajó Fesztivál, a Barkács Bokrács, ott egy jelzés érkezett a tavalyi évben a résztvevők részéről, hogy itt már itt csapatok, beszokott helyi turisták is érkeznek ide, de mindenki részt akar venni a sárkányhajózásba, a főzőversenybe is, és párhuzamosan ez nem megy, úgyhogy most ketté bontottuk a rendezvényt, július 13-án lesz a Sárkányhajó Fesztivál, és rákövetkezendő hétvégén, 20-án pedig a Barkács Bokrács. És utána egy sörfesztivál majd augusztusban, közben focizunk egy kicsit, nyilván a júliusban a tófürdő területén 18 és 21-e között megrendezésre kerül a Sandfoci Fesztivál immáron 8. alkalommal. Nagyon sokan jelentkeztek már 4 napos a rendezvény. Én, aki még van kedve, a szokott módon, hiszen a Sportcentrum Kft-vel közösen Dajka Laci bácsiban mindenki ismeri a focisták körébe, úgyhogy nála lehet bejelentkezni, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Én nagyon sikeres szezont kívánok erre az évre is. Köszönöm szépen, vezérigazgató úr.